When you are ready to begin the presentation, press the. Sziasztok! Új webinárium az amerikai tőzsdéről szól. Rövid videó. Ha gondoljátok, olvassátok végig a kockázatfeltáró nyilatkozatot. A tőzsdén a befektetők 85%-a veszít. Ha valaki nyertesek közé szeretne csatlakozni, akkor minél többet tanuljon önszorgalomból, illetve gyertek el oktatásainkra. Ami nem garancia arról, hogy nyerni fogtok, de reméljük, hogy az amerikai tőzsde, amiről most beszélgetünk, hasonlóan teljesít, mint jelenleg, illetve az elmúlt jó pár évben, akkor lehet azért kicsit profitot elérni ezen a piacon is. Íme néhány részvény, a Facebook napi csártya. Ha tavaly beléptetek volna ezen a ponton, jelentős profitot lehetett volna érni. Az Amazon 4 órás csártyán szintén van egy jó belépő, a kék négyzettel jelölt. És emellett még több ezer részvényel kereskedhettek az Admiral felületein. Gondolom, hogy érdemes. Ha most kisebb idősíkon megnézzük például S&P grafikonját, látható, hogy egy gyönyörű szép korrekciót követően volt egy emelkedő trend. Havi idősíkon látható, hogy ez a trend elég tartós. A Dow esetében is próbálkoztunk egy korrekcióval lefelé, de azonban ismét fölfelé vettük az irányt. Lehet az amerikai tőzsdén pénzt keresni, gyertek el oktatásainkra, webináriumunkra. Sziasztok!